Tény, hogy Szlovéniában remek munkát végeztünk, innentől kezdve pedig az lesz a feladatunk, hogy ezt megismételjük szombaton is. Mindenképpen győzni akarunk, hiszen az már eldőlt, hogy az első vagy a második helyen végzünk a csoportban. Már csak a pontos helyezés a kérdéses. De talán még ennél is fontosabb, hogy az elmúlt 2-3 meccsen nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, és rengeteg önbizalommal játszottunk, ezt szeretném most is látni majd a csapaton. Mi ugyanúgy fogunk küzdeni, ugyanúgy csak az jár a fejünkben, mintha nem is lenne ez a lépés előnyünk. Tehát, hogy ugyanúgy oda fogjuk tenni magunkat, és nem fogadható el semmi más, csak a győzelem. Én is úgy érzem, hogy ahogy a Nóra kivált, ott éreztem egy törést, azért az ő kiválása támadásban nagyon-nagyon nehéz volt megoldani, de úgy látszik, hogy egyre stabilabban tudjuk ezt az oldalt is összehozni, és úgy gondolom, hogy nem az, hogy most egy valaki fölvállalta, hanem tényleg csapatként azokat a gólokat hozzá tudjuk tenni, ami Nóra miatt hiányzik, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó, hogy felfelé megyünk, és nem lefele indultunk.